szeretett és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket 2014. november 22-én a Szári Sportcsarnokból helyszíni közvetítést adunk, de természetesen önök felvételről láthatják, hogy Bicske Seregés női kézilabda megyei elsőosztályú mérkőzést. A két együttes összeállítása, a vendégek kék felsőben, sárga felsőben pedig a bicskeiek. Boros nál a labda, Balogkata lő és lövése erejét veszítette. Gosztola, lövése viszont bent van. De erről majd egy kicsit később nézzük, mi lesz ebből a bicskei támadásra, egy szép gól. Balogkata remek gólt ragasztott a vendégek kapujába, így tehát egy nagy lövés és egy szép védés Ildikó részéről. Lődi, balkezes, jaj, de jó lövés. Gosztola, ő az első gólszerzője, és most már a második gólszerzőjét is elkönyvelhetem. Legutoljára Seregésen 33-18-ra kaptunk ki. Szalma átövése, megpattant, erejét veszítette. Második a Bicske, 9 meccsből 6 győzelem, 2 vereség, 1 döntetlen. 198-184-es a gólkülönbség, 13 szerzett pontja van együttesünknek. Vizi, hosszú indítása, jó hatásnak, egy jó passz, be, és egy remek védés. Most Boros, jön Balogkata a kezéből, kiesik, túl közel volt ez a passz. Egy hosszú indítás, nagyon jó ez az indítás, Csepreginek, Csepregi lő, és gól. A vendégek kapu védője, egy jó indítás, és azt a mindenit. Kiszorított helyzetből Kovács Nóra, remek gólt ragaszt kapunkba. Boros, Szölősi, Boros, betörés, itt az ígyszer. Így van, szabálytalankodnak vele szemben, és 7 méteres. A kapuba pedig Keri Gabriella, Szalm Adrián, így van. Maga biztosan szerzi meg csapatunk második találatát. 4-2-es vendégvezetésnél jöhetünk. Gólt szerezni Lancman Réka törbe határozottan, de már sípolnak a játékvezetők. Kis herjette, tovább passzol, és Asó Boglárka belövi csapata 5. találatát. Boros, jön Szalma, lő és gól, ez kell, na, szép volt Kiszti, Kisztinek ez az első gólja, 3-5. Egy újabb nagy lövés, be is akad. Csepregi Andrea második találata. Jól mozgatjuk a védelmet, Szalma. És most jön Szalma, Kriszti lő és kapufa. Csepregi és újabb gól. Csepregi Andrea újabb találatával, most már 7-3. És újabb gól. A vendégek részéről Kis Henriette első találatát szerzi, és ezzel most már vendégek 8-3-ra vezetnek. Hát nagy hajrá kell, lányok. Itt az ígyszer, így is van. Nagyszerű betörés volt Balogkata részéről. És szerzi csapatunk 4. gólját. Újból támadnak a vendégek, és egy nagy lövés, és egy nagyon szép védés. Gosztola Petra volt az, aki kapra, itt még Zincer, Balogkata be, és bombázza csapatunk 5. gólját. Így 5-8-ra jövünk föl. Még az volt a szerencsénk, aj de nagy gól! Boros Bernadett részéről, megvan tehát csapatunk 6. találata. Kasó, aj de csúnya, Vizi pedig nagyon, hát erőszabályt alkalmaztak a játékvezetők, nagyon helyesen tudtuk a gólt. Boros újból betör, és ezt is nagyon helyesen tovább engedték. Nem sípoltak bele, nagyon jó, és Boros góljával 7-9. Gosztola vissza, és be is vágja. Gosztola Petrához visszakerült a labda, és ő kihasználta ezt az ígyszert. 4. helyen pedig Lődi Dalma, 54-19-es mutatóval. Na, egyszerű betörés Balogkata részéről, és megvan a 8. bicskei gól. Nagy. Ajde nagy passz, Csepregi, egy kis használja. Nagyon nagy passz volt, nagy Alexander részéről. Csepregihez úgy oda varázsolt a labdát, hogy alig lehetett látni, hogy ott a védő mellett, csípője mellett bepasszolja a lasztit. És bevágja a kapu jobb oldalába a labdát. Ezzel 9-11-re szépítünk. Lancman Réka, Boros kezéből kipattyan, de javított. Jön Lődi, aj, szép átövés volt pedig. Két gólos előnyöket 3-ra növelhetik a vendégek. Kis oda be, a kapufa mellé, kapu jobb oldalába vágta a labdát. Lancman, Lődi, Szalma, gyerünk Kriszti, így is van, na! Szalma Kriszti újabb góljával, 10-12.
Kasó jobban, ballal jól kezi labdát, és ez a labda pedig meglepi Tordainét, és bepattan. Soros Bernadett egy az egybe fel, itt a Szőlősi, Szőlősi nem meri elvállalni, visszajátsz a Szalmának, Kriszti fölmegy, lő, és a kapus véd. Marad a 13-10. Ez nagy luxus, hogy elengedjük őket, de remek ő véd, Tordainé, Varga, jödik a kapuba. Lanc van, Balog. Ajj, leolvasta Gosztola, Gosztola zicserben, és ott a helyzet. Ott a gól, Gosztola Petra negyedik gólját ért el. Rá, hogy a két szélső ember legyen. Gosztola, jó, itt az indítás, sokan vagyunk, és itt az itszer. Kat előtt, így van, nagyon jó. Gyors támadás futott végig a pályán. Gosztola, lő, és Ildikó véd. Nagyon kellett ez a védés. 14-11. Balogkata. Szalma Kriszti. Ketten is megúsztak. Nézzük, tudnak-e passzolni. Igen, Kasó nagyon remek gólt, nagyon szép gólt szerzett. És 14-12 helyett 15-11. Időn túli 7 méteres, tehát végig az első játék résznek, de még ezt a játékvezetők engedélyezik. Szalma Adrien és Kerék. Így van, be a bal felső sarokba, Kerék Gabriela tehetetlen volt, és ezzel a góllal 12-15-tel zárjuk az első játékrészt. Boros, Szőlősi, Szalma Kriszti megy föl, és lövése a felső kapufát csúrolva hagyja el a játékteret. Gosztola mögé ment ez a passz, Balogkata, egy az egybe, ott a visszalabda, és ott az itzel, nagyon jó. Szőlősi ügyesen tette vissza egy érintővel Balogkatának a labdát, Kata viszont ki is használta ezt az itzert, és így 13-15-re hozza fel csapatunkat. 13-15-nél ezt kellene kivédekezni, lányok, ezt nem tudjuk, hiszen Kasó újabb bombagójával. 16-13-ra vezetnek a vendégek. Boros, ajj, Balogkatának rossz volt ez a labda, túl kemény. Balogkata, és itt van az itzer. Sajnos kis Henriette ki is használta azt a lehetőséget, hogy csökkentsük ezt a 4 gólos vendégelőnyt. És egy nagy lövés Lődi részéről a végre. Lődi Dalma megszerzi első gólját ezen a mérkőzésen. 14-17. 4-3 gólos vendégvezetésnél Lődi egy az egybe fölvállalja, de gyenge ez a lövés Dalmi. Na, Kasó. Kasó egyedül, és bepattan a labda. Na, itt a lehetőség, hogy megfogjuk meg Kasót. Ne engedjük el. Ennyi. Szalmad ilyen könnyedén elengedte Kasót, aki ki is használta ezt a lehetőséget, és gólt szerzett. Remek a teljesítménye, félelmetes, azt kell mondanom, éppen ezért nagyon nehéz ellenük nyerni, de itt az itzer, és nincs bent a labda. Csepregi Kasóhoz jön Kasó, jó a labda, nagynak, nagy zicserben, nem is tudja bedobni. Kis és Varga Ildikó párharcából a vendégjátékos kerül ki győztesen. Csepregi Vizinekbe, ő vissza, és ott az itzer. Csepregi. Csepregi néz is a játékvezetőre, és ki is állítják Boros Bernadettet ezért a szabálytalanságért. Ott van, ajj, de nagy védés volt. A só középen Gosztola még tovább, és bepattan a labda. Ennyi, ennyi. Újból ők ketten passzogatnak egy váratlan lövés, és ez nagy gól Balogkata részéről. 15-22. Gyerünk, lányok, kicsit gyorsabban, hát föllazultak, nem értek vissza a védők. Balogkata jön újból, jó a labdája, ott az itzer, haj de szép volt. Nagyszerű gól Szalma Adrientől. No kérem, óriási gól kis Henriette részéről. Lanc van, boros adogatás, ott van Lanc van Réka, és ott a gól, szép volt. Na hát sok ilyen pici gól kellene lányok Rékának, ez az első gólja. Csepregik, Vizi, és jön Gosztola, és ott van Varga Ildikó remekül véd. Egy hosszú indítás, jó is. Boros, itt az itzer, Boros, így van, na, nagyszerű. Boros Bernadettnek megvan a gólja. A harmadik találata, 18-23, Csepregi, nagy, nagy lő, aj, de nagy gól. Újból hat az a vendégek előnye, Lődi, Szalma, Szalma megy föl, a kapus pedig kitenyereli labdát alaponantúra. Balog, Lanc van, Balog, Boros,
Ajde, nagy passz, és ott a lehetősége már nem, mert Balogkata kezéből kipattant a labda. Boros, Balogkata, és ajde, nagy kapufa. Vizi, nagy, és itt a Kovács. Zicserbe, de remekül védett Varga Ildikó. Hát bizony, gyomorszáj talált el a labda. Ajaj, itt van egy újabb zicser, és újabb kapufa. Kovács visszaszerezte a labdát Kovács Lóra, de nem tudott élni a lehetősége. Viszont itt az zicser, ajaj, Lancman, Balogkata, Boros, és ott az zicser, kapufa, és 7 méteres. Gyerünk, Adrián, gyerünk a 19. vágányra. Így is van. Jobbra elmozduló kapus mellett a bal kapufa mellé helyezte a labdát. Szalma, Adrián, 5 gól a vendégek előnye, hagyni kell. Így is, ajjaj, Varga Ildikót arcon találta a labda. Közben Borosnál a labda, Balogkata, megyei gólvista 4. helyzetje. Ellen szabálytalankodtak a vendégek. El is végeztük a szabaddobást. Szalma, Szöllősi, Szalma Kiszti, Boros, jön Balogkata, Balogkata a lövését blokkolják. Hiszen a kapus csak nézte, hogy hogy száll a labda kapura. Kovács, ezt már nem hibázza. Na kérem, végre egy újabb gól, 20-25. Újból Kovács iramadik meg, itt pedig egy nagyon jó védés. Meg kellene fogni, nem jön Kovács, és ez is megvan. 25-20-as előnynél. Ajjaj, Ildikó! Már érezte, hogy megvan, kitenyereli a labdát, de az nem kifele, hanem befele pattant. Igen, Kovács, újból Kovács, és hatalmas gól. Kovács egyre jobban belelendül. Csepregi végezte a szabaddobás, Gosztolához passzolt, Gosztola fölmegy, és lövése ki, de most már másodszor, kis lövése ellen már nem tudott mit tenni. Tordainé Varga Ildikó, Balognak vissza, és Balog lövése utat talál a vendégek kapujába, 21-28. Kis és Szűcs Judit párharcát látjuk. Na nézzük, Szűcs tud-e védeni, nem tudott, hiszen Kis remekül lőtte be a labdát, oda a kapufa mellé, Balogkata. Ott az itzára, úgy van. Balogkata be és vágja Kerék kapujába labdát. Kerék is nagyon jól véd. Kovács zicserben azt a mindenit majdnem 9-esről vágta be. Szűcs Judit mellett a kapuba a labdát. És ott a gól. Így van. Ezzel a mezény legeredményesebb játékos a Balogkata. A lőtt 10 góllal. Ellenfélnél nagyon megoszlottak a góllövők száma. Oly, Gosztola. Gosztolának ez az 5. találata. Na kérem, itt a vége, mutatja a játékvezető. 31-23, tehát 23-31 a végeredmény. Na tehát, Sereges 10-10 győzelem. Mi maradtunk a második helyen, hiszen Rácsalmással szemben 3 pontos volt az előnyünk. Így tehát első Seregélyes, második Bicske, harmadik Rácsalmás, negyedik helyen Abá, jelenleg 5. helyen a Martonvásár, és 6. helyen a Soponya együttese. Hát én úgy érzem, hogy ha reálisan nézzük ezt a mérkőzést, teljesen megérdemelten nyertek a vendégek 31-23-ra. Kedves nézők, Kuzma Norbertet látják, a Bicskei csapat vezető edzőjét. Kedves Norbi, hát ez a mai mérkőzés nem úgy jött össze, hogy mi szerettük volna. Nem sikerült meglepetést okozni az ellenfélnek. Mi okozta ezt a vereséget? Én meccs előtt bíztam azért abban, hogy egy jó eredményt el tudunk hozni. Csináltunk olyan hibákat, amit nem lett volna szabad. Tehát volt nagyon sok olyan kapura lövésünk, mint a kapus két kézzel megfogott védekezésben voltak hibák, de ezzel a csapat ellen várható, hiszen egy jobb csapat nálunk. Hát igen, de talán egy kicsit a lelkesedés, nem, mintha hiányzott volna. Igen, a másik fél idő első 10 percben volt, és hiányérzetem ezzel kapcsolatban, azért is kértem az időt, hogy egy kicsit fölébresszem a lányokat. Föl is ébredtek, erre volt elég. Egyébként, hogyha az első, másik fél idő első 10 perce ment volna tovább, akkor kikaptunk volna 10 sok góllal. Tehát az a 8 gól ebből a szempontból még hizelős. Nem hiányolt az egy kicsit a Bicskei B középnek a szurkolását? De hát nincsenek itt, tehát biztos velünk van gond. Ez van, tehát valami elfogyott, valami elszakadt, nem tudom. Tehát az, ami tavaly volt, az most idén nincsen. Jó, bajnokság felénél járunk, még nincs semmi sem veszve, hiszen a célkitűzés a dobogón végezni. Gondolom ez sikerülni is fog.
Hát igen, tehát azért ez a csapat tudásban, meg játékosanyagban azért ott van az első háromban, ugye Seregélyes az kiemelkedik a mezőnyből, de hát tehát hullámvölgyet, múlt héten kifejezetten jól játszottunk, ezen a héten kifejezetten rosszul játszottunk, vagy illetve is rosszul, hanem lelketlenül játszottunk egy bizonyos időben, ezért döntött a mérkőzést. Jövő héten levegyünk kabára, mint első tavaszi forduló, ha ott nyerünk, akkor azért nagy probléma nincsen. Ehhez kívánok további sok sikert, köszönöm szépen a beszélgetést. Szépen. Operatőr kollégám Andorfer Dávid nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Innen Száról Nagy Györgyöt hallották, további jó pihenést mindannyiuknak, viszont hallásra, viszontlátásra.